Sziasztok, srácok! A 12-es helyen vagyunk. Vártuk már nagyon a hívásotokat. Reméltem, hogy hamarabb érkezik el ez az időpont, de elérkezett. Fogtatok egy 12110 grammos gyönyörű szép pontyot. Meséltek, légy szíves, hogy milyen elemekkel küzdötök itt a helyszínen. Az elemekről annyit szeretnék mondani, hogy igazából azt látjátok itt körülöttünk. Szóval az elemek azok pontosan ezek a fák, amikkel folyamatosan küzdünk. Az első éjszaka majdnem, hogy csak végig vizen voltunk, folyamatosan zsinort szabadítottunk, szedtük ki a rönköt, a tuját. Nem is nagyon tudtok olyan fajtát mondani, amit nem sikerült fogjunk, úgyhogy abból biztos, hogy mi állunk a legjobban. Most végre megérkezett az első halunk, 12110 Józsi jó voltából, úgyhogy megyünk előre. Szeretnénk folytatni ezt a tendenciát, vagy egy kicsit emelni. Mindent meg fogunk tenni, a többit majd a Duna megoldja. Jó, hát az biztos, hogy feladni nem szabad, a verseny felénél vagyunk. A pályát szerintem itt a versenyzők közül nagyjából mindenki ismeri, ti vagytok az átfolyóval szemben. Egyszerűnek nem mondható a ti feladatotok, de tartsátok meg ezt a jó kedvet, és szorítunk nektek, hajrá! Köszönjük szépen! Kárt Team csapatával. Gratulálunk nektek, ti voltatok az a szerencsés csapat. Itt 20 percen múlt a történet, aki az első 10 feletti amúlt fogta. Ti is fogadjátok szeretettel a Kősziklás borászat által felajánlott borcsomagot. Köszönjük szépen. És a Fülöp Sándor és a Harcsavár halbolt által felajánlott halvacsorát. Azt meg pláne. Fogyasszátok egészséggel. Szépen. Hogy érzitek magatokat, hogy tetszik a verseny, ugye ti is már régi bútordarabok vagytok nálunk, hogyha lehet így fogalmazni. Ez szokás szerint jól küzdünk az elemekkel, abból kell építkezni, ami van. Sanyika mai éjjel felszívja magát, kifogja az összes halat is, az öcskös meg a maradékot. Én meg végignézem. Eszegetnek a kisebb pontyok is, abból sikerült fogni már hármat, utána jött egy értékelhető amúr. Azon kívül azóta így napközben semmi. Próbálunk állandóan helyeket, megyünk jobbra-balra, púpra, törésre, platóra, mindenre, amit el tudsz képzelni. A csali is mindig változik, mindannyian más karakterek vagyunk, mindenki mással próbálkozik. Egyelőre ennyit tudunk kihozni belőle. A helyhúzásnál sokan szerették volna kihúzni ezt a 20-as számot, és a kemping környékét is egyébként. Mi a tapasztalatotok, hogy mennyit változott így az elmúlt évhez képest a pálya? Ha meg tudnám neked ezt válaszolni, akkor szerintem már meg lenne oldva a probléma. Nem tudom. A hal ott van, az etetés ott van, nem akar. Nem eszik egyszerűen. Egyszerűen nem tudunk pontyot kivarázsolni innen. Sőt, amúgy is nagyon nehezen. Próbálunk édeset, fűszereset, kicsit, nagyot, közepeset, lent, fönt. Tényleg nem tudom. A Sanyika például már annyira szélsőséges lett megint, hogy áthúzta a túloldalra, és maradt körülbelül másfél méter zsinór az orson, szó szerint. Tehát jó, de ez beszokott jönni, ilyenkor tudja, van kapás. Igen, csak majd hülyén fog kinézni egész éjjel ott a bot mellett az iszapban. Én még annyit tennék hozzá, hogy szerintem a meleg front miatt nem táplálkoznak úgy a pontyok, ahogy kéne. Több is az amúr, amit fogtak, ugye köszönhető én szerintem ennek a meleg időnek. Meghökkentően sok adúr van a pályán most az elmúlt évekhez képest, ha viszonyítasz. Csak kettő olyan halat fogott az egyik csapat, ami 20 fölött van, és az a két szem amúr, az emelem kalapom. A 20-as hely le lehet jönni, és akkor meg lehet mutatni konkrétan, hogy a kardióba ki mennyire jó. Mert szerintem egy-két kiló megint lement, de ezt megpróbáljuk most visszaszedni. Hát akkor... Akkor hajrá! Akkor jó étvágyat kívánok! Ez egy nagyon szép záró volt! Kedves egészségetekre! We'll be right back.
A hatos álláson vagyunk a Red Fox csapatánál. A srácok reggelre 3 hallal leptek meg minket. Gratulálunk, úgyhogy... Köszönjük. Szépen fölkúsztatok a dobogóra, én szerintem. Hogyha nem, akkor most már kisvártatva. Mondjatok néhány szót, Léci, hogy hogyan sikerült ezt a gyönyörű, szép 3 halat megfognatok. Hát ez igazából elkezdtük etetni a helyeket. Megpróbáltuk a széleket húzni egy mélyebb vízbe, bal oldalra etettünk, és igazából elkezdtek beérni a bólyák. Aztán utána nagyjából sorba, hajnalba érkeztek a halak. És maggal pecáztok, bojlival pecáztok? Bojlival, igen. Egy 4-es mélyebb vizet találtunk, kint pedig szélre ilyen 2 és feles vízbe húztuk igazából a szereléket. Elég sima pályánk van. Igen. Akadó nélküli. Szóval kevés az akadó, ami akadó van, és az inkább a túlpart közelébe van. Annak a közelét próbáltuk meg horgászni, hát ha az akadóból ugye kijön hajnalba a hal. Ez be is vált egyenlőre. És mi a tervetek az utolsó éjszakára? Egy hasonló... Dobogóra fő szeretnénk kerülni. Az utolsó éjszakát. Jó van, ez az elsődleges cél. Izgalmas lesz, azért figyeljétek a ranglistát, és akkor úgy változtassatok, amit kell. Szorítunk nektek. Köszönjük. Hajrá. Köszönjük szépen. Köszönjük. Sziasztok, a 3-as helyen vagyunk a profis csapatánál. Srácok, hajnalban megfogtátok a naphalát. Ugye minden 24 órának átadjuk a naphala díját. Ti fogtatok egy 16.710 g-os pontyot. Fogadjátok szeretettel ezt a kupát. És ezt a kis boili csomagot, amit a Starbates ajánlott föl. És mondjatok légy szíves néhány szót a horgászhelyről és magáról a helyről. Mert ugye ne csak a szépről beszéljünk a rosszról is, mert ugye vannak a szervezőknek is hibái, amiket jövőre majd megpróbálunk kiküszöbölni, ezt a helyet ezt ígérem nektek, meg ígérem mindenkinek, hogy ki fogjuk hagyni. Na mondjatok légy szíves néhány szót, most komolyra fordítva a szót, hogy mikor jön az IC. A hely nem volt egyszerű, főleg a hangzavar, de sikerült megoldanunk, meg talán megtaláltuk a jó helyeket, bízunk az éjszakában is, hogy fogunk még jó halakat. Ugye a versenyt folyamatosan élőben tudjátok követni a mérlegelést a ranglistán. Hogyan látjátok? Azért elég szoros még, nincs itt, még semmi nem dölt el, mert percről percre változik minden. Egy-két halon múlik itt majd az első 5 bekerülés, úgyhogy nem szabad feladni, az biztos. Kitartotok, meg látom, hogy próbálkoztok, hogy hogyan látjátok, mi van még ebben a helyben, mert benne lehet akár egy 15 fölötti, vagy 2 is. Hogy látjátok az esélyeket? Közel állunk a dobogóhoz, igazából két halra vagyunk, bármikor beesett. Én úgy látom, hogy elő már kevesebb lesz az esély a halfogásra, az a hátsó rész teljesen elkezdett muzsikálni, mindenki szépen fogja a halakat. Amint láthatjuk, most a hidegfrontban megállt egy kicsit, de az éjszakában bízunk, és szerintem még 2 jó halunk lesz az új spotról, mert a szamara adott halat. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük.